Lámfalusi Sándor, az euró atya, a gazdasági világválság évében született Kapuváron. A pannóniai kisvárosból a világhírig jutó magyar professzor életre szóló útravalót kapott hazájától. Erdőmérnök édesapja a természet és a tudományok szeretetére tanította, míg a II. Világháború pusztítását átélve megtanulta, mekkora kincs a béke. 20 éves volt, amikor elhagyta a Szovjetunió által megszállt kommunista diktatúrába süllyedt hazáját. A Löweni Katolikus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, amit egy oxfordi doktori fokozat tett még értékesebbé. Kimagasló tudását, szakértelmét és szakmai alázatát már az egyetemi diáktársai, sőt professzorai is felismerték, fényes karriert jósoltak neki. A belga Banque de Brüsszelnél gyakornokként kezdte pályafutását. 10 év alatt a vezérigazgatói posztig jutott. Egy bank irányítása éppen annyira művészet, mint tudomány, emlegették kollégái Lámfalusi hozzáállását. 1976-ban új kihívások találtak rá, Svájcba hívták a jegybankok bankjához, ahol hamarosan első számú vezetővé emelkedett. Amikor 1981-ben a kommunista Magyarország a gazdasági összeomlás szélére sodródott, a Magyar Nemzeti Bank küldöttsége Bázelbe ment segítséget kérni, ahol nem más várta őket, mint a vezérigazgató helyettes Lámfalusi Sándor. Itt mutatkozott meg igazán emberi nagysága. Nem állt kicsinyes bosszút elüldözőin. Később a Szabad Magyarország vezetőit is mindig segítette kiterjedt nemzetközi kapcsolataival, hatalmas szaktudásával. Amikor Európa vezetői az egyre szorosabb gazdasági integráció mellett döntöttek, szükség volt egy olyan emberre, aki tárgyalóasztalhoz tudja ültetni a tagállamok pénzügyi vezetőit. A szakma egyértelműen őt javasolta erre a feladatra. Megnyerő személyisége és brilliáns elméje olyan légkört teremtett, amely hozzájárult az Európa iránti elkötelezettség megerősítéséhez. Vezette az Európai Monetáris Intézetet, főműve az Európai Központi Bank felállítása és az euró bevezetésének koordinálása volt. Nem véletlenül nevezik őt az euró atyának. Lámfalusi emellett folyamatosan tanított. 1997-től a Löweni Katolikus Egyetem Európa Tanulmányok Intézetét vezette. Az egységes európai monetáris politika kereteinek kidolgozása közben is fontos volt számára a család, a gyökerek, hol a Balatonon, hol a soproni szülői házban szakított időt a feltöltődésre. Az utókor nem hagyja feledésbe merülni nevét. A Magyar Nemzeti Bank róla nevezte el legnagyobb díját, tiszteletére minden évben rangos nemzetközi konferenciát rendez. Lámfalusi Sándor életének utolsó éveiben még láthatta, hogy szellemisége, kapcsolatépítő ereje és teremtő kreativitása tovább él, és még sokáig meghatározza a nemzetközi közgazdásztársadalom gondolkodását.